Jelenleg a Komáromi Kórház nőgyógyászati osztályán vagyok műtősnő, de a sebészeti és a baleseti sebészeti műtéteknél is egyre többször vagyok jelen. Az egykori diákok motivációs videóival igyekeznek népszerűsíteni az érsekújvári egészségügyi középiskolát az intézmény tanárai. Az idei tanévben a személyes találkozások helyett az internet és a szociális felületek nyújtotta lehetőségeket kell kihasználniuk, hogy felkeltsék a végzős alapiskolások érdeklődését a szakma iránt. Szükség van a nővérekre, az egészségügyi dolgozókra, ezt a járványhelyzet még inkább alátámasztja. Ahogy az iskolát frissen elhagyott gyerekekkel, a tavaly előtt érettségizettekkel beszélünk, ők is abszolút tudatában vannak annak, hogy milyen kincs van a kezükben azzal, hogy egészségügyi végzettségük van, hiszen biztos, hogy soha sehol nem fogják azt a választ kapni, hogyha egy munkát megpályáznak, hogy nincs rájuk szükség. Tehát valamilyen módon biztos, hogy kamatoztatni tudják az itt megszerzett képesítésüket. Az érsekújvári egészségügyi középiskolában az elmúlt években már két alkalommal nem tudtak magyar osztályt nyitni. Annak ellenére, hogy nagy az iskola vonzás körzete és kollégiumi ellátást is tudnak biztosítani a messzebbről érkező tanulóknak. A gyakorló nővérszak mellett masszőröket is képeznek, és jelenleg egy kísérleti szak oktatása is folyik. A podológus szak a lábápolással foglalkozik, például a diabétesz kapcsán kialakuló komplikációkat gyógyítja, illetve ezekkel foglalkozik. A podológus szak az országos szinten csak nálunk van jelenleg, mert mi vagyunk az az iskola, aki kísérletképpen megpróbálja ezt a szakot bevezetni. Nagy igény van rá, ezt mutatja azt is, hogy az első kísérleti évben meghirdetett szakra óriási túljelentkezés volt, de mivel kísérleti szak volt rá, tehát nagyon limitált a lehetséges résztvevők száma, és már most szinte várólista van a következő évre, de természetesen ez majd attól függ, hogy az Egészségügyi Minisztérium hogyan értékeli ki ezt a kísérletet. Szabó Dávid igazgatóhelyettes elmondta, az oktatás jól felszerelt szaktantermekben folyik, a diákok gyakorlati képzése pedig már az első osztályban elkezdődik. Az utolsó két évben a szakmai gyakorlatot az érsekújvári egyetemi kórházban és a környező települések szociális intézményeiben biztosítják. Nagyon nagy az aránya azoknak a diákoknak, akik a szakmában maradnak és tovább tanulnak. Ennek talán az egyik oka az is, hogy a Szent Erzsébet főiskolának van Újvárban is kihelyezett tagozata, tehát nagyon sok diákunk itt folytatja, a masszőrök pedig nagyon könnyen tudnak elhelyezkedni fürdőkben, szalonokban, vagy akár saját szalont is tudnak nyitni. Az iskola küldetése, hogy a tanulókat kellő szaktudással és gyakorlattal vértezze fel, de fontosnak tartják azt is, hogy ki a saját érdeklődési körének megfelelően tudjon bizonyítani egy-egy versenyen, megmérettetésen. Hozzánk egész specifikus érdeklődésű diákok járnak, olyanok jelentkeznek hozzánk, akik az egészségügy iránt érdeklődnek. Ennek ellenére nagyon szép eredményeket értünk el az utóbbi időben, például szavalóversenyeken, bibliaversenyen, vagy újságírói versenyen, tehát más jellegű versenyeken is. Fontosnak tartjuk azt, hogy diákjaink meg tudják mutatni az iskola falain belül anyanyelvükön is, hogy valamiben tehetségesek. Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy ráébredjenek, hogy mennyire előnyös a számukra, hogyha nem csak szlovákul, hanem magyarul és idegen nyelven is magas szintű szakmai társalgást, kommunikációt tudnak folytatni, és ugye nem kevésbé fontos az, hogy a mindennapi tevékenységük során, a betegágynál a megfelelő pácienshez a megfelelő nyelven és a megfelelő szinten tudjanak szólni. Az érsekújvári egészségügyi középiskolát jelenleg 284 diák látogatja. Várják a magyar iskolások jelentkezését. A végzős alapiskolásoknak január végéig kell jelezniük, milyen középiskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat.